A közlekedési balesetben elhunytakra emlékeztek a Magyar Olaj és Gázipari Múzeumban. A kopja fennálló Csovai Grácián Ferences szerzetes zalaegerszegi plébános mondott imát. A résztvevőket a Zalai 76-os Motoros Egyesület elnökségi tagja köszöntötte. A megye több településéről érkeztek ide azok, akik szoros szövetséget alkotnak és tisztelik egymást. Ez a veszélyes sport összetart bennünket. Soha nem hagyunk senkit az út szélén. Ha valakinek baja történik, akkor a következő motoros mindenképpen meg fog állni. És emiatt ezekben az összejövetelekben is meglátszik, hogy érdeklődés van rá. Eljönnek a motoros társak, barátok, és megtisztelnek bennünket, mint szervezőket azzal, hogy itt vannak, és ők is emlékeznek. A közlekedési bizottság 2008-ban emlékoszlopot helyezett el a Zrínyi úton, amely 10 esztendő múlva átkerült az Olajipari Múzeumba. A létesítmény története a motorizációról szól. Az iparág fejlődése az emberiséget szolgálja, azonban a felelőtlenség és figyelmetlenség miatt veszélyeket is hordoz. Az emberi viselkedés, közlekedési morál miatt is olykor baleseteket és tragédiákat okoz. Van, amikor tehetünk róla, van, amikor nem. Nagyon fontos a defenzív vezetési stílus, hogy minél kevesebb ilyen történjen, de ahogy elmondtam, az iparágunkkal kapcsolatos fejlődés egyrészt áldás, másrészt pedig sajnos ilyen eredményeket is szül. A megye közútjain megsokszorozódott a súlyos és a halálos balesetek száma. A rendőrség megelőzést szolgáló kampányokkal törekszik az emberéletek megóvására. Szeretnénk, hogyha a közeljövőben nem lenne tragédia. Szeretnénk, hogyha az állampolgárok betartanák a sebességhatárokat, az út, időjárási és látási viszonyok szerint közlekednének, és ha kell, akkor toleránsan, akár még az elsőbségről lemondva is, a sebesség csökkentésével hozzájárulnak ahhoz, hogy az év hátralevő részében ne történjen tragédia megyénkben és az országban sem. A kopjafán áll társadalmi és rendészeti szervek, valamint egyesületek helyezték el a kegyelet virágait és gyújtottak mécsest az áldozatokért. Emlékükre a motorosok polgárőrök felvezetésével tiszteletkört tettek a városban.